Köszöntöm nézőinket, ez itt a Képtár, tartsanak velünk! Óriási adventi naptáron számolnak vissza Kaposváron. A Ripőrónai Múzeum munkatársai együtt készítették a 24 ablakból álló naptárt, amely idén Vas Albert karácsonyi meséje elevenedik meg. A naptárat évente több százan csodálják meg. Visszatérő vendégeket látunk, akik vagy reggel munkába menet, vagy munkából jövet, megállnak és nézik, hogy az aktuális napon melyik ablak kellett kinyitva. Évről évre több százan csodálják meg a kaposvári adventi naptárat, amelyet immár hagyományosan a megyeszékhely főutcáján állítottak fel. 100 évvel ezelőtt egy német édesanyja volt az, aki a gyerekének csinált egy 24 ablakos kis csoki matatós játékot, amit aztán a fiú nagykorában üzletileg is befuttatott. Hát itt a múzeum esetében természetesen nem csokoládé, hanem egyéb kulturális ingyenségek kerülnek kirakásra. Maradunk mi a múzeumos nagy képeknél. A naptáron minden évben más témát dolgoznak fel a múzeumi dolgozók. Idén Vas Albert karácsonyi meséje elevenedik meg a képeken. Ebben az évben egy mesét mutat be, egy karácsonyi mesét 24 napon keresztül. Ez egy kicsit szabadabb téma ebben az évben. Az előző években, a legelső évben jobban kötöttünk az adventhez, a hagyományok, a jelesebb napok, tehát így mentünk ezen végig, tényleg egy hagyományosabb adventi téma volt. Az előző évben pedig az adventi naptáron keresztül a szakágak segítségével, tehát őket is bevonva inkább Kaposvár és a Ripronai Múzeumnak a szokásait mutattuk be. A 24 kis ablakból álló naptárat a múzeum dolgozói készítették saját kezűleg. Teljes mértékben kézzel készült, mit csináltuk a múzeumnak a szakemberei, a múzeumi kollégák. Igazából az egész Pisztora Zsófia néprajzos kollégának, ő egy fiatal, nagyon kreatív néprajzos kollega, ő neki az ötlete volt, és a megvalósításban tényleg, tehát a tudományos szakágak, a grafikai szakemberek és mindenki múzeumpedagógusok együtt vettünk részt. Az adventi naptár ma már elengedhetetlen része a kaposvári karácsonyi vásárnak. Egy színdarab, amiben nincs szöveg, mégis megfogja a nézőt. A rendező egy nem mindennapi produkciót kívánt Pécsre hozni, és ez sikerült is neki. Az óra, amikor nem tudtunk semmit egymásról, ezt a címet kapta a szótlan előadás. Az óra, amikor semmit nem tudtunk egymásról. Ez a címe annak a színdarabnak, amelyet szombaton mutattak be a Pécsi Nemzeti Színház kamara színpadán. Ez egy olyan mű, amelyben nincsen szöveg. Egy város terén játszódik, ahol bizonyos emberek átmennek, várakoznak és élnek. Az előadás alatt egy rövid időre megfigyelhetjük a körülöttünk lévő világot, hogy milyen is valójában. A rendező Cukor Balázs először dolgozott itt Pécset. Az az igazság, hogy már nagyon régóta izgatott, hogy egy olyan előadást csináljak, amiben nincsen szöveg. És sokat gondolkoztam, nekem ugye itt ez az első munkám rendezőként, hogy mit lehetne. És mivel ez egy nagy társulat a tánckarral és az énekkarral, azért azt gondoltam, hogy itt ezt meg lehet csinálni. A rendező szerint a próbaidőszak szokványos volt, és a színészek is örültek, hogy most szöveget sem kell tanulni, hanem valami teljesen új és teljesen más műfajban kell remekelni. Több mint egy órán keresztül nem szólal meg senki a színpadon, így a rendező igyekezett más dolgokkal megfogni a pécsi közönséget. Egyrészt zenei effektekkel próbálkozunk, tehát az egész előadást egyfajta zeneiség az végig kíséri. Mondhatni, és megpróbálunk ugye olyan helyzeteket létrehozni, ahol nem indokolt az, hogy az emberek beszéljenek egymással.
Ebben az előadásban a szereplőknek a jelmezeire is nagy hangsúlyt fektettek. Nagyon sok színész játszik ebben a darabban, és mindenkinek igyekeztek a karakterének megfelelő ruhát megálmodni. Próbáltuk a karaktereket segíteni jobban a jelmezek. Egyébként a színházban mindig fontos a jelmez, de itt meg különösen, mert nincs más, nincs túl sok olyan eszköz, hogy megmutassuk, hogy egy-egy karakter ki honnan jött esetleg. Próbáltam a fő vonalakat kiemelni színekkel, a háttérszereplőket egy kicsit pasztában hátul tartani, hogy ezzel is segíteni, így a figyelmet vezetni a nézőknek. Bízom benne, hogy ez így sikerül. A decemberi hónapban a közönségnek többször is lesz lehetősége megnézni az előadást, amely az alkotók szerint mindenki számára egy belső utazás. Minden eddiginél nagyobb és különleges mézes kalácsfalut készítettek Kaposújlakon. A több mint 300 alkotásból álló tárlat igazi közösségi munka eredménye, mert a helyiek együtt gyúrták és díszítették a tésztát. És a házaknak az ablakai, azok azt hiszem, olvasztott cukorból készültek. Ez a monumentális mézes kalácsházikó különleges darabja az idei tárlatnak, hasonlóan a falusi búcsukat idéző körhintához vagy a kisvárosi életképhez. A kiállítás minden évben más-más tematika mentén készül el. Idén különleges volt, hogy síkban készítettünk nagyon sok alkotást, és ezeket a gyerekek is szaggathatták, színezhették, nagyon élvezték, úgyhogy növekszik az utódok száma. Körülbelül 30-40 ember, aki a 2014-es indulás óta dolgozott ezeken a projekteken. A tárlat különlegessége, hogy a falu apraja nagyja közösen készíti el a mézes kalácsokat. Az ötletgazda Kaposújlaki Családi Kör Egyesület célja, hogy népszerűsítse a család értékeit, a közös alkotás révén pedig minőségi kikapcsolódást kínáljanak. Mézes kalács sütődét tartunk novemberben már. Első alkalommal közösen meggyúrjuk a tésztát, szaggatjuk, formázzuk, utána kisütés után egy hét múlva díszítjük cukormázzal. És kicsik, nagyok együtt csináljuk, tehát akik itt vannak, azok közösen dolgoznak. A közös munkát a Nemzeti Együttműködési Alap is támogatta. A Somogy megyei Kaposújlakon immár 5. éve készülnek ilyen különleges módon a karácsonyra. A téma és a tárlat jelentőségére, valamint a kiemelt érdeklődésre való tekintettel a Janus Pannonius Múzeum február 3-áig meghosszabbítja az Arcok és láthatárok című kiállítást. A múzeum célja, hogy az eddig csupán a kutatók számára raktárban megtekinthető művek, melyek közül legfeljebb néhány szerepelt egy-egy időszaki kiállításon, restaurálásra, művészettörténeti feldolgozásra, kiadványban való publikálásra kerüljenek, mint a Janus Pannonius Múzeum gyűjteményének egységes műtárcsoportja. Tájképek, portrék, csendéletek, ez a témája a legtöbb képnek az Arcok és láthatárok című tárlaton. A Janus Pannonius Múzeum eddig nem látható gyűjteménye került a modern magyar képtár falaira. Az időszakos kiállítást tovább láthatja a közönség, mint eredetileg meghirdették. Február 3-áig várják a látogatókat. Azért is lett meghosszabbítva a kiállítás, mert én úgy gondolom, hogy nem mindenkihez jutott el a híre, és ami itt látható, az azért egy nagyon jelentős anyag, a 19. századi magyar festészetet mutatja be a legjobb nevekkel, illetve ami igazából talán a pécsieket is érdekelheti, az, hogy van a kiállításnak egy olyan része, ami a pécsi 19. századot mutatja be,
pécsi festők, 19. századi pécsi festők műveivel, olyanokkal, mint a Zsolnai Vilmos, aki festőként kezdte, illetve Weber Xavier Ferenc, aki a barátja volt, az első ismert jelentős pécsi festő, ugyanakkor pécsi polgárok portréi a 19. században és pécsi látképek, köztük az a pécsi látkép, ami nemrég került a múzeumba egy osztrák magángyűjteményből, ez a Johann Varroninak a 1850-es években festett pécsi látképe. Azt tudni kell, hogy ugye ez a modern magyar képtár, és a pécsi, illetve a modern magyar képzőművészetet a nagybányai festőiskolától számítják, és van egy állandó kiállítás, ami a nagybányától mutatja be a képzőművészetet, a magyar képzőművészetet napjainkig. Most ez az anyag, ez pedig valamiképpen didaktikusan éppen ennek az ellenpólusa. Tehát ami a modernitásban történik, hogy az ábrázolás módja és az ábrázolás témája elszakad egymástól, létrejön egy feszültség, és éppen azért megjelenik a művész, mint olyan, annak a hihetetlen zsenialitása és kreativitása, amiben ő sajátos módon fest meg valamit, az még a 19. században nincsen. Tehát itt az ábrázolás mód és az ábrázolási témák, azok még szorosan összekapcsolódnak, és nincs meg az a típusú művész fogalom, amiben mi művészekről gondolkodunk, ezek elsősorban mesteremberek voltak, és a képek célja is egész más volt, mint a modern festészetben. Úgyhogy ez a két kiállítás, ez az időszaki a 19. század, és az állandó kiállítás ilyen szempontból opponálja és egészíti ki egymást, de mind a kettő a Janus Pannonius Múzeum gyűjteményében származó képek, de ezek a képek elsősorban raktárban vannak, vagy pedig különböző irodák falát díszítik, itt-ott felelhetők, úgy hoztam ide például a pécsi zenészeket ábrázoló portrékat, amik szintén itt vannak a kiállításban, vagy a polgármester úr irodájában a KDV-k elemen kép, vagy éppen a rektori hivatalból egy Zsolnai Vilmos tájkép. Ami a különbség, és amit mondtam a modernitás kapcsán, a 19. század után megjelenik egy olyan látásmód a képekhez való viszonyban, ami egy ilyen esztétikai, műértő, művészettörténeti látásmód. Ezekben a képekben viszont nem elsősorban az van. Visszafelé, ilyen visszavetítésként természetesen ezt is látjuk benne, hogy milyen kvalitással van megfestve a kép, de ezek beleilleszkednek egy olyan szociológiai, társadalomtudományi közegbe, aminek a képnek volt egy propaganda jellege. Például megjelenik az a típusú tájkép, ami konkrét tájképeket ábrázol, tehát a topográfiailag hű tájkép, amiben ugye a különböző magyar tájak a Kárpátoktól az Alföldig először a festészet történetében láthatóvá lesznek, és ezeknek az a szerepe, hogy egyfajta identifikációs közeget biztosítson. Tehát mondjuk, ha én ránézek pécsiként egy Hortobágyot ábrázoló tájképre, akkor tudom, hogy erről az országról van szó. Tehát egyszerűen létrehozza ez a típusú 19. századi festészet azt, amit ma Magyarországnak nevezünk képileg. Ugyanezt teszik meg a portrék is. Tehát ezek a portrék, ahogy közelíthetünk hozzá, az mondom nem elsősorban esztétikai, hanem egy olyan szociológiai kategória, hogy például hogy van ábrázolva a figura. Általában a polgárság, tehát a kisebb gazdasági erővel rendelkező réteg, az mindig melképet rendel, ez kevesebb költséggel jár, ugyanakkor pedig a festő kvalitását sem veszi annyira igénybe, ugyanakkor pedig az igazán a szellemi és a társadalmi nagyságok egész alakos portrét. Mindig szembenéz a portré. Tehát ez a tiszteletet vár és tiszteletet adok póza, a frontalitásnak a póza, fedetlen fővel. Ugyanakkor pedig ezeken a magyar 19. századi portrékon megjelenik egy olyan típus, amit az úgynevezett hazafi portré. Tehát a hazafi kisépet patetikus tartás, háttér nincsen, nem a saját enteriőrében, mint egy ilyen Biedermeier alattvaló festeti le magát. Ugyanakkor ott van egy nagyon fontos férfiúi rekvizitum ezeken a képeken, a szakál, aminek hát volt egyszer egy ilyen ellenzéki szerepe, egyszerre pedig egy ilyen férfias identitást kifejező szerepe, hiszen ebben az időszakban már a nőmozgalmak megindultak, és ugye hát a férfi
az egy szakállal képes olyanra, amire a nő nem, és ezt valahogy ellensúlyozni kellett ezeket a feltörekvő nőket. Holott a női portré megjelenik a honleány, és nekik nagyon fontos szerepük volt, nekik írják a divatlapokat ebben az időszakban, és hát a divatlap nem csupán ruhadivatot közvetít, hanem tulajdonképpen a magyar irodalomnak a legfontosabb fóruma. És ennek a középpontjai és a megcélzott olvasó rétege azok a nők voltak. Így foglalja össze a főmúzeológus, miért érdemes megnézni a tárlatot. Ráadásul a képek így együtt még soha sem kerültek a közönség elé. És kérdés, mikor lesz újra így együtt ez a gyűjtemény? A várakozást, a reményt és az ebből eredő feszültséget is tükrözi Nemes István adventi tárlata. A Remény angyalai című kiállítás fő témáját maguk az angyalok adják. A Délvidékről származó Somogy-Fajszi alkotó tárlata a Somogy megyei kormányhivatal galériájában látható január 3-áig. A Somogy megyei kormányhivatal galériában nyílt tárlatra külön alkotásokkal készült a nagy érdemű számára Nemes István festőművész. Jó ideig madarakat festettem. Tulajdonképpen Délvidékről jöttem, 94 legelején, ott még elég zűrös viszonyok voltak, még folyt a háború is, és akkor nem embereket akartam festeni, hanem a madarakat, mind a szabadság jelképeit, ugye, és a madarakból lassan angyalok lett. Nemes István gyerekkora óta alkot, s bár számos technikát kipróbált, szívéhez mégis a temperával való festészet áll a legközelebb. A várakozás az a reménnyel jár, gondolom. És azért is adtam ilyen közös címet a képeknek, külön nem szoktam címeket adni, hogy a remény angyalai. Hát tulajdonképpen van egyik-másik festményben egy kis feszültség, ami a várakozástól nem tudja valahogy érzékeltetni, de nem gondolkozok sokat, mikor festek. A képek témájukban is hasonlóak, hiszen a legtöbbször angyalokat fest. A képek hangulatát a matt színek is tükrözik. A Somogy megyei kormányhivatal galériába karácsony közelettével mindig meghitt hangulatot csempésznek egy-egy kiállításnak köszönhetően. Az adventi tárlatunk, ez mindig egy kiemelt helyet foglal el az egész éves kiállítások során. Ilyenkor mindig igyekszünk valamilyen szakrális témával megjelenni a Somogy megyei kormányhivatal galériában. Számunkra, a katolikusok számára az egyik legfontosabb ünnep a karácsony, ezért igyekszünk egy bensőséges, meghitt légkört biztosítani azoknak a kollégáknak, akik itt dolgoznak, és azoknak a kaposváriaknak, a somogyiaknak, akik eljönnek és megnézik a galériánkat. Nemes István A remény angyalai című kiállítása január 3-áig látható a Somogyi megye székhelyen. Észtország függetlenné válásának 100. évfordulójára emlékeztek a Pécsi Magyar Fénytársaságnál. Az ünneplés alkalmával Berecki András, az ELTE egyetemi oktatója, az Észt Köztársaság tiszteletbeli főkonzulja tartott történeti előadást a civil közösségek házában. Észtország és az észtek története Dióhéjban. Ez volt a címe Berecki András, az Észt Köztársaság tiszteletbeli főkonzulja előadásának az észtek jubileumi ünnepe kapcsán. Észtország 100 éve lett független, de 50 évig elnyomás alatt éltek az emberek. Ez a kis nép nagyon tudja értékelni a függetlenségét, mondta az ELTE egyetemi oktatója. Ez a 100 év nem ment könnyen a két világháború között. Ugyanaz volt jellemző Észtországra is, mint sok kis államra, szövetségesek nélkül maradt,
jött a háború, a Szovjetunióhoz csatolták, majd német megszállás következett, majd újra szovjet megszállás, és ezek után a 80-as évek végén, mikor a Szovjetunió kezdett meggyengülni, gazdaságilag kezdett összeomlani, akkor az észtek lépésről lépésre kivívták, hogy újra kikiálthassák, vagy pontosabban helyreállíthassák függetlenségüket, és ez nagyon szimpatikus időpontban történt, magyar szempontból nézve augusztus 20-án, 1991. augusztus 20-án. És ez a függetlenség helyreállításának a napja, de kiemelném, hogy amit azóta Észtország nyújtott, az valóban figyelemre méltó. Az élet minden területén, a gazdaságtól kezdve, az infotechnológián át, a kultúráig. Éppen néhány nappal ezelőtt volt Budapesten a Zeneakadémián egy Arvo Pärt koncert. Ő a legismertebb észt, és emellett a legtöbb komoly zenei művet tőle veszik, vagy a legtöbb CD-t tőle, tehát a kortárs komoly zenének vezető alakja. Fantasztikus koncert volt, aki ott volt, az azt hiszem soha se felejti el. A társaság nem csak finn-magyar ügyekkel foglalkozik, hanem más finnugor témák is fontosak számukra. Ezek közül is az észt nép élete, történelme, hiszen ők a legközelebbi finnugor rokonaink. Rendszeresen kirándulnak Finnországba, egyik alkalommal pedig Észtországba, ezen belül is Tallinnba látogattak, ahonnan szép emlékekkel tértek vissza, mondta Anna Haparanya. A Pécsi Magyar Finn Társaság elnöke beszámolt az idei évadra tervezett programjaikról is. A karácsonyt egy kisebb összejövetellel, süteménnyel ők is megünneplik. Januárban hagyományosan egy filmvetítés lesz, egy finn film, ilyen magyar felirattal. Februárban akkor a Kalevala napja, a finn kultúra napja, és most jövő tavasszal lesz az egyik Kalevala a magyar fordítójának, a Vikar Bélának a születésének a 160. évfordulója, és ez lesz a témánk. Vendégünk jön Kolozsváról, aki a Kalevala a magyar fordítással foglalkozik, és írt is ezekről sokat például. És később tavasszal, a társaságunk lesz 45 éves, május végén lesz nagyobb ünnepségünk. Gerezslakon sok finn él, közülük többen is a Pécsi Magyar Finn Társaság tagjai. A mostani észt ünnepnek és az előadásnak a Civil Közösségek Háza adott otthont. Ennyi volt már a képtár, köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!